Isti! Nagy a házom, teteje, teteje, de rászállott a cinege, cinege. Es le róla, cinege, cinege, de leszakad a teteje, teteje. Ha leszakad, mi lesz vélem? Sárga lábú, cinege, cinege, de es le róla. Na sziasztok srácok, itt az újabb RTS2-ben! Megfogadtam, illetve elolvasgattam a kommentjéteket, amiket még... nem tudom mikor. Utolsó videó volt a csatornán, azóta ugye volt live is. De mindegy, szóval megnézegettem a kommentjeiteket, és írtátok, hogy ez a hang, az a furcsa hang, ami érkezik a kocsiból, az valószínűleg azért van, mert túl nehéz cuccot vittem. Szóval még jó, hogy az értékes rakományokra mentem rá, és ezek ugye jó nagy súlyt is vonzanak magukkal. Nekem meg ugye nincs erre megfelelő hattengelyes. Igen, hattengelyes vontatóm. Úgyhogy majd ezzel majd próbálunk okoskodni. Nézzünk egy állapot felmérést. Aha, kamion állapot jelentés 4%. Bármit is jelentsen, ez elhasználódottság, kopás. Aha, váltó. Jól sejtettem, én is mondtam, hogy olyan váltós hangja volt. Úgy mondom ezt, mint a baromira értenék hozzá. Hát akkor ezt meg kéne csináltatni, nem? Valahogy. Várjál, váltó. 6000. És akkor összesjavítása, de most ezt itt miért tudom kijelölni? Szervizelési javaslatok. Jó. Megjött a jelölő legközelebbi szervizben. Jó, hát akkor ez csak egy ilyen revízió volt. Akkor el kéne menni szervizbe. De azt nyilvánvalóan úgy fogjuk csinálni, hogy felveszünk azért egy fuvart. Vagy hát várjatok már, most hol vagyok én? Szóval itt vagyok, Salzburg, ugye? Ott fejeztük be Salzburgnál, és akkor egy szerviz kéne nekünk. Hát ha tudnám, hogy az mi, ez az. Itt van. Oda szeretnék eljutni. Jó? Remélem most így tudja akkor, hogy mi van. Indíts. És akkor nem veszünk még fel semmit, mert nem akarok szenvedni vele. Beindul. A gépsárkány, ugye üresek vagyunk teljesen. Üzemanyag, az még van. Hála Istennek. Úgyhogy attól nem kell tartani. Megszereljük a kamiont és jók leszünk. Amúgy azt néztem, nem is nagy összeg. Azt hittem, hogy sokkal durvább összegre kell számítani, de nem. Hála Istennek. Na, szóval üdv mindenkit srácok, sziasztok. Remélem, hogy mindenki fantasztikusan érzi magát és nagyon jól van. Megindulunk. Nem tudom, hova fogunk még menni. Tehát amerre mutatja majd. Tehát nincs a fejemben semmiféle célállomás. Patrikkal nagyon jót söröztünk. Köszönöm, hogy kérdeztétek. Nagyon jó buli volt. De hát vár a munka. Tehát nem tudok más, nem tudok mit csinálni, érted? Tehát ez ennyi. Teljesíteni kell. Tiszta ideg vagyok. Úgyhogy megyünk. És jók leszünk. Na most az, hogy a revízió egyébként azt mondta, hogy valami 6000 forint, vagy 12000-et mondott mindenre, az egy dolog, kíváncsi vagyok, hogy ez a kifejezett műhely mennyiért fogja csinálni. Jó, lehet, hogy számla nélkül olcsóbb. Jó, arra megyünk rá. A nagy egyéni vállalkozó, magyar egyéni vállalkozó megérkezett. Jó. It's Link, kérlek szépen, azt írja. Jézus Mária. Hoppa, rendőrség. 1-2 policáj. Miért megyek úgy, mintha úgy csinálok, mintha pótkocsim is lenne, holott nincsen. Na mindegy. Jobb oldali sáv az nekünk jó lesz. Vannak nagyon durva hangok, ez az igazi fémes surlódás hangok. Itt nem kell lemennem jobbra, ugye? Nem, itt még nem. De nem is tudnék, tök mindegy, az ott izé. Hülye vagyok teljesen. Megszereltetjük az autót, aztán utána hozok egy, hoztam egy témát srácok, szóval fogunk pofázni majd az úton. Csak úgy, mint mindig. Csak először mondom, nem akarok belekezdeni addig, amíg itt a szervizbe be nem érek, mert hát... ahogyha én elkezdek pofázni másról és máshova figyelek, akkor olyan baromságokat tudok csinálni, hogy az elképesztő, és ezt inkább el akarom engedni. Na! Azt megmondom őszintén, amikor megvettem a kamion, meg se néztem, milyen állapotban van. Tehát használt kamion, ugye? Azt tudja mindenki. Meg sem eszembe se jutott meg... Nem, itt van, ez csak egy szállás.
Lehet, hogy... Lehet, hogy akkor már aludni is fogok egyet. Majd utána. Ugye ez ki fog nyílni? Nem igazán. Halloween... Na, azért mondom. Jó van azért. Ne szórakozzatok velem. Például, hogy elgondolkodó estem, hogy na, ilyenkor mi van, hogy most aludni kéne, vagy mit kéne? A front tökön van a számba. Jó, enter. There you go. És akkor szervíz. Ja, és ugyanaz a felület van itt nekünk. Én megjavítok mindent. Annyiba kerül 18.000 forint. Úgyhogy... ezt kérjük, köszönöm szépen. És amúgy annak én nagyon örülnék, és most remélem most károsodás nulla. Ja, kopás, várjál már. Nem is a károsodás volt annyi benne, hanem kopott. Mennyi lenne kicserélni a váltót? Oh! 4 millió forint? Hú, te somsz. Van pénzünk rá, meg igazából amúgy, mit tudom, egy-két fuvarból megvan. De akarok én ezzel ennyit szarakodni? Azért gondolkozom ezzel, hogy most akkor amúgy kell-e nekünk egyáltalán ez a javít, vagy ez a csere, alkatrész csere. Kell-e egyáltalán, mert hát hogy is mondjam, azért nem, tehát nyilvánvalóan jó lenne venni egy nagyobb kamiont, ugye, a saját fuvarokra. Egy hattengelyeset, mert most így kezdésnek ez jó, és akkor felvenni ugye egy sofőr srácot erre a kamionra. Nem, ezt most mi nem kérjük. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, belebegtették itt nekem a nagy izé lóvét. Miért nem akarja berakni rükvercbe? Nem egészen értem. Mit szarakodik a... Most ennyire szarakodik már a váltó? Ne csináljuk már. Nem tudom berakni rükvercbe. Na hát az így a meló részével majd érdekes lesz. Na várjál csak egy kicsikét. Hadd... lövöm le a... Hallottatok azt a leállás hangot? Azért ez nem volt túl egészséges. Nem fogok hazudni. Na. Ja, ezért nem! Jó, megvagyunk. Ezt a H-váltót, a rohadt H-váltót néha fogom és így valamiért így belököm. Szerintem ahogy én közben variálok itt az egérrel, akkor szoktam berökni. És... Hát nem nagyon néztem el balra. De kurvára zavar amúgy ez a hang, na mindegy. Figyelj, itt van egy cég, most oda tervem, hogy itt van egy cég, látom ott a logójukat. Oda megyünk és akkor nézzünk be, biztos lesz valami melójuk, jó? Bekopogok, hello, magyar vagyok. Electivitizek. Sofőr, én, drive. Fahren, bitte. Ich bin Fahre. Megtaláljuk majd a hangnemet velük, attól tartok. Tehát nem lesz itt gond, figyelj. Fahre! Arbeit! Ich bin Fahre! És kész, ennyi. Arbeit macht frei! Na itt már lehet, hogy nem annyira tetszene nekik. Na hagyjuk is, nem akarok itt be... Ja, amúgy lámpát kéne kapcsolni. Jó, és akkor itt a jobbos. És ez a Renault. Mi volt oda kiírva? Renát. Ja, majdnem Renault. Renát. Jó, hát Renát, hát ennyi. És akkor Renáthoz hogy megyek be? Itt megyek be. Jó napot! Ich bin fach! Úgy, nyissátok csak. Ó, tudják már, hogy du bist fach. Úgyhogy hellóka. Na mutassátok a lehetőségeket. Milyen melóitok vannak vállalkozóiba? Semmi az égvilágon. De várj, most ilyenkor miért nem a... azokat mutatja... külső megbízás? Várjál. Salzburg. Profil nem csatlakozik a World of Trucks-hoz. Szomorú. Hallod? Nincs meló! Mi a szar? Ha beszarok, bazzeg. Akkor most... Pótkocsikról a fuvarinfo megjelenítése. Hát de nincsen. Nincsen semmi. Minden mutatnia kéne. Nincs meló, srácok. Beszartok. Na várjál. Hát akkor nem igazán sikerült az Ich bin Fahrer egyezkedés.
Nézzünk, állj be nem, vállalkozói fuvar leszek. És akkor Salzburg. Csak ugye ezek máshol lesznek. Ausztrián belül tudunk menni. A legértékesebb az egy ilyen gyűjtő tartály, 11 tonna. Vittünk már ennél nehezebb cuccot is egyébként. Vittünk már ennél nehezebb cuccot is, és Linzbe kéne elvinni. Igazából semmi extra. Nincs olyan, ami nem Ausztria... Linzbe. Aha. Oda föl. Onnan meg valami Csehországba tartó fuvar kéne. Hát akkor figyelj, oda is el kell jutni, de megnézzük ezt. Mennyi idő van még erre? 1 óra 53 perc, odaérek én annyi idő alatt? Hát akkor auf Wiedersehen. Megint beállított, jó? Jó? Akkor menni kell, mert hajtott határ, time van, time van. Na hát egy laza 2 óra 17 perc alatt érek oda. Ami... nem lesz jó. Akkor ezt hadd gondoljam át, jó? Mert ez így nagyon nem lesz jó, srácok. Ez így... nagyon nem lesz jó. 2 óra 17 perc, oda legalábbis. Na várjál, akkor gyors fuvar, de itt miért nincsen amúgy? Ez akkora szopár... opá, várjál, most itt van! De nem, mert azt csak... most mi van? Graz. És ez Salzburg. Akkor ide miért van olyan... ja, nem, most mi van? Salzburgból jöttem ide. És mégis 2 óra 17 perc az új érkezés. Ennyivel arrébb jöttem volna, vagy mi? Érdekes. Na jó, mindegy, menjünk aztán ott. Salzburgba biztos lesz valami meló. Na! Oké. Okay. Szóval a téma, srácok. Nem tudom, ugye biztos van köztetek olyan, aki Instagramon engem követ. Szokott követni, nézegetni. Meg ugye van most az Instagram threads, és hát a threads is. Amit ugye a podcastben beszéltem is róla, hogy én szeretem azt a platformot. Illetve hát, hogy mondjam, kezdem egyre jobban utálni. Azt kell, hogy mondjam. És fontos kiemelnem, hogy ilyenkor nem is a platformokat utálom, hanem azt, hogy az emberek használják. Szóval, hogy mi történt? Belekeveredtem egy kisebb fajta beefbe. Egy ilyen fuckboy ellen gyakorlatilag. Úgy nézett ki a sztori, hogy felmentem a threadsre olvasgatni. Második dolog, ami szembe jött. Hogy valaki retweetelte ezt a lurkót. És... hát egy olyan témában nyilvánult meg, de olyan szinten, ami engem... meg én kivendom kerekperes srácok, és nem tudom, lehet, hogy valaki úgy fog biztos hozzáállni, hogy én túlérzékeny vagyok, meg ez a mai világ, ez túlérzékeny, meg nem tudom. Mert régen amúgy, én is gondolkoztam ezzel sokat, régen ugye olyan poénok ültek, meg olyan poénok fölött siklottak el emberek, hogy nagyon durva, és... na mindegy, szóval ezen én is gondolkoztam, hogy most én túlkapom ezt, vagy én idegeskedem-e csak túl, de mindegy. Hogy mondjam végig. És akkor ilyen tipik fuckboyt képzeljétek el, srácok, szóval ilyen, mit tudom én... tehát Instagram az abból áll, hogy Mercedes, és akkor, hogy sikeres vagyok, és akkor nagyon helyes csávó vagyok, és kurvára én szartam a spanyol viaszt, vágjátok, én vagyok itt az úr, az atya, úristen. És akkor ilyen, hogy a dagadt nők... hogy volt? Hogy a dagadt nők nem tudom, itt pattogna nagyjából ilyesmi, és hogy nem tudnak más beinteni, csak a mikrót. Utána a következő, az pedig az volt, hogy a ronda nők mit erőlködnek, hogy titeket senki nem akar. És hogy csak szánalmas az egész. Miért játsszák a megkaphatatlant, az elérhetetlent? Na, és ez a kettő engem, megmondom őszintén, srácok, rohadtul felbaszott, és utána megnéztem a cuccait is még, hogy miket pakolgat ki. Na most, szerintem ez a okos tojás, ez nagyon félreértette a dolgokat, vagy egyet nem akarja felfogni. Általában az ilyen agyi szinten lévő emberek nem akarják felfogni, hogy mi a probléma. Szóval egyből nyilván azzal támadott nekem vissza, mert kiraktam, utána én is retweeteltem, megmondom őszintén, én is bűnös vagyok, kiraktam, hogy ki ez a madár, meg nem tudom, és ott röhögtem rajta kb. Mert amúgy körülbelül tényleg annyit ér az egész. És akkor... válaszolt valami szarságot, meg aztán ott a kocsiából is ott vett fel egy ilyen sztorit, érted, ott magát veszi, és akkor engem oltogat. Nem nagyon aludtam, na mindegy. Engem oltogatott, hogy izé, hogy jaj, meg hogy majd megsértődtem, hogy én nem tudtam lefogyni, meg ilyen, és így bazd meg. Tehát az a baj,
a nagyobb képet képtelen látni, engem ez nem azért cseszed fel, mert jaj a kövér emberek, hogy jaj én is kövér vagyok, és akkor engem sértett meg, nem bazd meg. Engem ez azért cseszed fel, de mélységesen. Mert, baszik, 3 hónap se telt el. A sümegi eset óta. Ahol egy srác bizony öngyilkosságot követett el, különböző, nem tudom pontosan mi volt a mögötte, mert volt az, hogy szerelmi bánat miatt, aztán most az elvileg megdőlt az a dolog. Picikét én több infót is hallottam, meg több dolgot is hallottam, lehetőséget. Most itt jobbra kéne mennem? Igen, jó. Oké. Tehát szóval több opciót is hallottam, meg több verziót is hallottam már erről az egészről. A lényeg az, hogy valamilyen úton, módon kifolyólag lehet, hogy csúfolták a social médián, én nem tudom, de akkor is megtörtént egy ilyen szitu, és hány ilyen történik a világban. És nyilván nem az én generációmról van itt most szó. Tehát én 32 éves vagyok. Ugye a srác azt is mondta, hogy én lassan 40 vagyok, úgyhogy nekem most már lassan a családalapításon kéne gondolkoznom, nem vele foglalkozni, meg de bazzeg, tehát hogy elmegy szinten ők a fiatalság, ugye? Ők a fiatal generáció. Én csak egy 32 éves, kiöregedő, félben lévő boomer vagyok, ugye? Akinek amúgy semmi köze az egészhez. De a fiatalok sokszor szoktak azon is ugye panaszkodni, hogy az idősebbek nem értik meg a meg ugye a generációs különbségek. Ugye ebből szoktak lenni konfliktusok, hogy nem értik meg egymás különböző generáció részvevői. Na de hogyha már elkezdenéd megérteni, akkor is van egy ilyen alak, aki egyszer, én nem tudom, nem is akarom felfogni, hogy mi járhat a fejében ennek az embernek, mert nem akarom felfogni. És akkor ugye próbálnál ott észhez téríteni ezt az embert azzal kapcsolatban, hogy azért vegye már észre, hogy miket irogat ki. Én ezt értem, hogy van az a crew, van az a közeg, ahol ez kurva menő, hogy na, akkor kirakok valamit, és akkor mindenkit szanaszét oltok és elküldök a picsába. Én ezt értem, hogy valahol ez kurva menő. De és ebből kifolyólag gondolkoztam, most én vagyok túl érzékeny, én is érzékenyen vagyok, aláírom. De azt is tudom, hogy a világ is rohadt érzékeny lett. És sok esetben szerintem nem veszik észre amúgy a fiatalok egymással hogyan kommunikálnak, hogy miket idézhetnek elő emberekben. Kaptam egy olyan választ is, hogy hát aki mondjuk egy ilyen miatt öli meg magát, az meg is érdemli. És így, mi van ember? Hogy így, miket? Tehát így, néha így olvasom, és nem hiszem el, amit látok, hogy leírnak emberek dolgokat. Tehát mi a fasz? Na mindegy. Úgyhogy engem ezért se szed fel végtelenül, hogy így a nagyobb képet látva, hogy másokkal kapcsolatban ez kinek hogy eshet. És látom, hogy nyilván hergeli az embereket, és azt is nagyon jól tudom, én elejétől kezdve tudom, az összes ilyennél tudom, hogy ennek mind célja van, hogy foglalkozzanak vele, ha törik, ha szakad, bármi áron. Csak tök mindegy, teljesen mindegy, hogy szeretnek vagy nem, vagy pozitívan, negatívan állnak hozzám, teljesen mindegy, csak foglalkozzanak velem. És működik, aláírom, működik, mert én is foglalkoztam vele. Én is megosztottam a gyereket, most direkt nem mondom ki a nevét ennek a szarnak, már bocsánat, ezt mondom, de tényleg, aki ilyen, és akkor utána érted, kiírok egy dolgot, el se olvasta, bele se gondol, érted, nem is érdekli, nem is törődik vele, érted, hanem ugyanúgy szerintem ugyanúgy fogja kiszarni ezeket a hülyeségeit, elvileg TikTokos gyerek, mit tudom én. Na, mindegy, és akkor viszont nagyon jól esett amúgy, hogy a Instagram követőim, illetve az Instagramos üzeneteim, aznap, ez tegnap volt, tegnap rengeteg üzenetet kaptam. Ezeknek az üzeneteknek konkrétan a 99%-a mind támogató jellegű volt, és értetetek velem, ami nem is csodálkozok, mert nagyon kíváncsi lettem volna amúgy azon kívül, hogy engem elkezd személyeskedni velem, és engem sértegetni a gyerek, mivel fogja tudni megmagyarázni ezt az egészet. Hát ez nem lehet, ez vészhetetlen álláspont, teljes mértékben az. Semmivel nem tudta nyilvánvalóan. És nem jött senki sem védeni őt. Tehát, hogy senki. Nyilván utána már jött egy olyan is, hogy én ráküldtem a saját követőimet. Én sehol nem küldtem senkit. Fiam, az, hogy te egy ilyen ostoba tirpák viselkedést adsz elő, stílust adsz elő a közösségi médiában, bazd meg, arra te vagy az hibás, te vagy az oka. És hogy miért osztottam meg miért röhögtem rajta, azért bazd meg, hogy érezze már, hogy vannak következményei a dolgoknak. Hogy egyszerűen
egyszer nem oltogatunk csak így embereket így a picsába bele, vak, világtalan, és akkor majd magára veszi, aki akarja, aki nem, az meg erős, és akkor Andrew Tate power, fuck yeah. Bazd meg, ez nem így működik. Én jártam egy általános iskolában, és ezt a podcastben is elmondtam, ahol egy srác konkrétan elsírta magát vadidegenek előtt, előttünk, illetve az osztálytársai előtt egy ilyen kör beszélgetés volt. A legszívesebben ilyen embereket küldenék el ilyen helyekre. Hogy így tapasztalja már meg amúgy, hogy mit tud okozni a való életben, és nem a Netflixes sorozatokról beszélek, hogy 30 Reasons Why, meg itt, ami nagyon jól bemutatja a problémát, nagyon jól bemutatja a problémát. De amikor a valóságban tapasztalod egy húsvér lélegző ember előtted, nála történik az, hogy neked megnyilvánulnak a traumái, és előhozza egy ilyen sírás közepette a traumáit, a szíven tud verni. És igenis, engem nem érdekel, srácok, felem nyugodtan hívhat bárki érzékenynek, túlérzékenynek, mit tudom én mi. De bazd be, a világ, tehát egyszerűen a társadalomhoz és a világhoz minimum az elvárás szerintem az emberek kapcsán, hogy legalább bazd meg egymáshoz legyünk már annyi kellő tisztelettel, hogy nem cseszegetjük egymást fölöslegesen, amikor bazd meg olyan világot élünk, ráadásul, hogy háborúk vannak, érted, meg a tököm tudja. És akkor még ezzel is dílei mellett, ilyen pitiáner szartságokkal, amiket amúgy egy apró döntés. Ja, nem akarok, nem kell röhögni rajta, és ennyit kéne döntenie, és nem történne meg. De nem, még azért itt a szopás közepette, a világ szopása közepette, még azért oda is szúr, és röhög azon, hogy vannak ronda nők, ha? Nagyon vicces. És megint felkúrtam magam, ahogy beszélek róla. Elképesztő, srácok. Na, azt mondja, hogy itt vagyunk. Itt most már vannak cuccok, az, hogy ez 11 tonna, 17, azt nem viszem. 11 tonna Klagenfurt, az jó közel van. Visszük is. Ott lesz valahol hátul. És akkor nyilván, tudja, tehát onnan, tehát én nem vittem tovább ezt a dolgot instán, tehát ezt kiírtam, amit ki akartam írni, és ennyi. Most még akartam róla beszélni videóban, hogy legyen az itt is valami róla. De tudod, amikor ilyennel tud csak válaszolni, ilyet tud csak válaszolni, mik ezek traktorok? Azt a kurva. Hogy elkezd személyeskedni, meg érted, lebaszni, szórakozni velem azon, hogy ha ne, közel 40 éves, azt se tudja, miről beszélt, azt se tudja, hány éves vagyok, semmit nem tud a hülye gyerek. És akkor elkezd nekem magyarázni, hogy nekem ezzel, meg azzal kéne inkább foglalkoznom, nem vele, hanem ne a játékokkal foglalkozzak ennyi idősen, hanem a gyerekvállalásra meg, és ember, hagyjál már, bazd meg! Hát mi a érted? Tehát tipikus ilyen kb. Ilyen instant komplexusos hülye gyerekről beszélünk, érted? Aki így, bazd meg, megosztja az észt. Osztja az észt mindenkinek, érted? És akkor ezt így fogadd el, érted? És ez a tuti válasz. Ez az ultimate válasz, érted, mindenre, amit itt lehet csak kérni. Na, fent van a cucc. Vihetjük is. Megnézem, mennyi idő. 3 óra, 2 perc. Hát lehet, hogy bele fogunk bóbiskolni, mert nem aludtam előtte, de kész. Szóval meg lett mondva, srácok, én ne a játékokkal foglalkozzak, érted? Jó. Rendben, majd megfogadom a tuti tanácsodat, hülye gyerek, aki mindenki más csesztet, érted? Úgyhogy mondom, ha érdekel, kiről van szó... Majdnem lezúztam a parkolóautót. Ha érdekel, kiről van szó, nyugodtan menjetek fel a threadsemre. Akár az Instán már nem lesz fent a sztori. De threadsemre nyugodtan menjetek fel, nézzétek meg. Aztán lehet gondolkozni rajta. És mondom, ne haragudj, de abszolút nem érzem magam... hibásnak azért, mert megosztottam, kiraktam. Én nem küldtem rá senkit. Egyszerűen ő az, aki hergeli az embereket, és bazd meg, nézzen szembe vele, hogy miket csinál, hülye, és akkor nekem ne mondja azt senki, az ne legyen egy enyhítő körülmény, egy percig se, hogy jaj, hát fiatal, és hogy nem tudja, ne szórakozzunk, jó? Tehát mindenhez van eszük a fiatal, neki is minden szarhoz van esze, minden aprósághoz van esze, ahhoz van esze, hogy másokat csesztessen meg minden. De ahhoz, hogy átgondolja, magába nézzem, ez semmi se szent, ott semmi se szent, srácok. Na, mindegy, ezt akartam csak elmondani, hogy
Igen, ilyen szempontból én szociálisan érzékeny vagyok erre. Ja, hogy te ott kimész, jó. Mondjuk indexeltél. Szociálisan érzékeny vagyok erre. Ez van. És tudjátok miért? Amit már mondtam is. Mert ezek kurva könnyen elkerülhető problémák. Kurva könnyen el lehet kerülni ezeket a szituációkat, érted? Csak egy döntés. Az elkövetőnek egy döntés, hogy most éppen nem leszek hülye fasz, nem leszek egy sutyó paraszt másokkal. És kész, el van intézve a dolog. Nem történik meg a trauma. Nem történik meg potenciálisan, nem azt mondom, hogy 100%-ban öngyilkosságig vezetne, nem kell de valaki is ki fogja forgatni. Mint a gamblinges esetnél is volt ez, ugye? Ott is az volt, hogy én azt mondtam, hogy mindenki fölfüggő lesz. Nem, egyáltalán nem. De attól függően, hogy benne van a pakliban. Probléma nélkül benne van a pakliban. És itt meg aztán pláne, amikor konkrétan tényleg mi legyenesen így el vagy küldve a francba. Valakit lezúztam. Nem, jó. Oké. Na, mindegy. Úgyhogy engem ez végtelen, és nem. Nagyon nem azért, mert jaj, magamra vettem, mert amúgy tényleg 10 évet csinálom ezt. Tehát annyi dagadt geci, meg dagadtozó kommentet kaptam már, hogy most már olyan, hogyha az lenne odaírva, jó videó lett. És ennyi. Tehát annyira semleges számomra üzenet az ilyen már, hogy nem igazán tud érdekelni ez a része már, hogy nem én vettem magamra, hanem tudom, hogy ez a srác is, meg egy csomó ilyen TikToker, meg nem tudom, biztos, hogy benne a fiatalok szemében azért akkora... Jézusom, itt kell-e menni? Jó. Olyan sztár kultuszban lehetnek ezek a gyerekek, hogy az meg felelősséggel kéne tartoznia azok után, amiket mond. Meg ír. Minimum az lenne az alap, hogy felelősséggel tartozik irántuk. De nem. Mindenen és mindenkin átgázolva hajtunk előre, törtetünk előre, csak hogy nekünk jó legyen. Na ez az, amit én egyszerűen soha nem tudtam hova tenni. Nem tudtam hova tenni ezt sosem. És ezután sem fogom tudni valószínűleg hova tenni. Na, autópályán vagyunk, 2 óra 47 perc. Az út. Jaj. Ja. Egyébként szóval minden rendben, nehogy azt hittek tényleg, hogy itt most ez engem aztán úristen milyen mély drámáként éltem meg, mert egyáltalán nem éltem meg drámaként. Ahhoz ez azért nagyon, na, nagyon semmi volt meg tényleg. Nagyon, mi van? Jaj. Kimegyünk jobb szélre. You already know. Ez az jó. Mibe ütköztem meg? Abba a kis narancssárga szarba, most ez komoly. Jól látjátok, az fogott meg ennyire. Az a narancssárga. Itt semmilyen beton nincs. Érdekes. Na jó van, 4%-os pótkocsi sérülés. Tök jó, hogy most jöttem a szervizből, ugye? Na. Kicsit gyorsak vagyunk. Ja, mert lejt. Ja.
Úgyhogy, ja, ez történt most így a közösségi médiában. És nem tudom, és nagyon sok ilyen van, srácok, rengeteg ilyen van. Mondom, a kedvenceim, az abszolút kedvenceim, azok a Norina Diamond Live-ok. Azt hiszem így hívják, ugye? Ó, srácok, azt a kurva. És azt nem értem, hogy lehet az, hogy erre igény van. Tehát amilyen stílus ott is meg van engedve, hogy azt a TikTok hogy nem cenzúrázza, ami ott megy. Nem értem. Ez is furcsa, mert múltkor nyomtam egy live-ot az autóból, TikTok live-ot. És... Úristen, merre-e nekem mennem? Jó, jövök én? Igen, jó. És... Hát úgy nyomtam a live-ot ugye, hogy a szélvédőn kifele vette a telefon az utat. Tehát nem is engem vett. És ugye közben én, hát nyilvánvalóan néha-néha azért ránéztem a telefonomra, miközben live voltam. Hogy mi a helyzet, és akkor csak ilyen gyors kommenteket el tudtam éppen kapni, elolvastam, és akkor válaszolgattam rájuk. Jött is egyből az értesítés azzal kapcsolatban, hogy veszélyes dolgot csinálok, úgyhogy le fogják lőni a live-ot. És lelőttem magamtól, teljesen jogos. Tehát egy percig sem kételkedek abban, hogy ez jogtalan volt meg, hogy hagyjál már hülyet, percig nem voltam felcsesződve. Sőt, örültem is neki, hogy van egy ilyen funkció, hogy erre figyelmezted, és ez tök jó. És akkor... Mindemellett nem értem, hogy a Norinás sztori hogy mehet akkor. Hát az ilyen szintű egymás sértegetése, egymás alázása. Olyan nyelvezetben van emberekkel ott is beszélve, hogy így, ó, Isten, mint az állatok konkrétan, mint az állatkertben. És engem az azért csesz fel mélységesen amúgy az ilyesmi, mert bazd meg nem a kőkorban élünk, meg a középkorban élt, érted? Szóval, hogy így... És akkor ilyenkor elgondolkozok, de ezek ilyen közhelyek, de ilyenkor elgondolkozok azon, hogy bazd meg azért, így magának az emberiségnek így azért túl jó, túl fényes jövőt én nem látok egyszerűen. És amúgy rohadtul sajnálom a dolgot, mert bazd meg egy kurva földbolygóra vagyunk mindannyian száműzve kvázi, tehát itt kell élnünk egymással, és folyamatosan csak gyarapodunk, tehát nem leszünk kevesebben valószínűleg, és akkor... Érted? Ilyenek mennek. Tehát, hogy tényleg minimális tisztelet, minimális előzékenység, nincsen. Empátia sincs a világban. Semmi. Na, rengeteg ember van, érted? Bármi történik, már olyan stílusban jön neked, érted? Hogy már pattog, és akkor már, na, menjünk ki a hóra, hülye gyere, menjünk ki. És így, nem bazd meg, beszéljük meg. Tehát, hogy nem kell egyből szétverni, nem kell ízni szarakodni. Egyszerűen nem értem ezt, egyszerűen nem értem, srácok. Tényleg nem tudom hova tenni. És amúgy elkeserítő, bazd meg, mert mindegy, elmondtam már. És nem tudsz mit csinálni, érted? Nem tudsz te mit csinálni, és akkor... Persze nekem amúgy olyan szempontból jó, hogy én nekem ilyen sok konfliktusom nem volt még, hogy így jöttek volna oda nekem, érted? Mert én tudom diffúzolni a helyzetet, én tudom csillapítani, finomítani a feszültséget, meg hasonló. Mert a tökömnek se hiányzik az, hogy olyan dolog történjen, amiből mondjuk én esetleg rosszabbul jövök ki. Bármiről is legyen szó. Érted? Ne történjen olyan, hogy véletlen valami dulakodás van, úgy lököm meg, azt akkor elájul, azt akkor nem tudom, ott hal meg esetleg még a végén, azt akkor bazd, megyek a sitre. Tehát, hogy megérte. Akkor már gondolkozhatsz rajta, amikor sitten ülsz, hogy hát ja, lehet, hogy beszélhettem volna, kicsikét finomíthattam volna a helyzetet. Hát ott már mondhatod. Figyelj, tesó, ott már mondhatod, ott már beszélhetsz ilyeneket. A kutyát nem fogja érdekelni. Na, tökéletes, pont most kezdek el elámosodni. Teljesen jó. Teljesen vállalható így már a sztori. És akkor szépen oda is érünk időben, hál' Istennek, úgyhogy ez egy jó kis összeg lesz. Úgyhogy ezt a kamiont, ezt most használjuk úgy, ahogy van. Igazából érted, ha már cserélni kell, már most írja, hogy mennyibe fog kerülni majd a cserél. Amúgy meg nem olyan vészes a kopás, 7%. Szóval majd lehet, hogy majd ilyen, ha 40-50%-nál majd azt mondom, hogy jó, akkor elgondolkozok azon a cserén 3 millióért, de most még biztos, hogy nem ez az egy. Kettő, valószínűleg nem lesz drágább az a alkatrész csere, hogyha egy 60%-os kopott, bazzik, ez aztán itt ki van találva. Semmi gyorsítósáv, semmi. Egy bum, bele, kész. Szóval... Ja, ráér még az a csere szerintem bőven.
Aztán most ezt használjuk, és akkor majd lesz vele valami. De mondom, előbb látom magam előtt azt, hogy veszek egy új kamion, tényleg egy 6-tengelyeset, valami bajnokat, és akkor az jobban el fogja tudni húzni az ilyen nehezebb sztorikat. Mert én erre fejlesztettem teljes mértékben. Nem itt megyek. Erre fejlesztettem teljes mértékben, hogy nem a hosszú távokra, hanem inkább arra mentem rá, ugye, hogy többet tudjak vinni mondjuk normális idő alatt. Mert azért, amikor már ilyen, mert ugye anno azért játszottam én sokat ezzel a játékkal, hogyha már ilyen nagyon hosszú fuvarok vannak, akkor azért eléggé monotonná tud válni a játék, számomra. Tehát nekem kell az, hogy mit tudom, jó, elindulunk, akkor még 10-15 perc valós időn belül mondjuk odaérek a címre, akkor betolatni, be kell tenni, jó, megkapom a pénzt, jön a következő, tehát így pörögjön. Változatos legyen. Tudom, ettől nem feltétlenül szimulátoros a játék, mert a valódi kamionozás sem abból áll, hogy pörög, abból áll, hogy van, amikor mint egy hetet mész valahova. Tehát, hogy csak a lerakóhoz, a cuccoddal. De tisztában vagyok vele. De hogyha már így megválogathatom, és én magamnak odafejlesztek dolgokat, ahova akarok, akkor... És be is kezd esni az eső, hell yeah! És nem is tudom, hogy automatán van, szerintem nem. Elkezdünk akkor ablaktörlőzni is. Na, és akkor itt vagyunk. Hova jöttünk? Innsbruck? Vagy hova tökönbe jöttem? Nem is tudom már. Beengedsz, tesó. Beenged. Jaj, de jó fej vagy. Köszi. Jó, még zöld. Tudom. Jaj! Oxigén hiányos állapot lépett fel. Jaj, jó kis... Komoly kis ipari park ez is. Írtátok azt is ugye, hogy most lett újítva Ausztria, és akkor Svájc következik elvileg. Ez nagyon komoly. Úgyhogy látszik, akkor nem véletlenül tűnt fel nekem ez ennyire. Hogy azért nem... Ja, Klagenfurt, Am Wörthersee! Az valamilyen tó, nem? Tényleg, nem a legjobb a németem, soha nem is volt a legjobb a németem. Ez a, például ilyen ipari parkot se láttam én még a játékban. Persze ez mind az én szegénységi bizonyítványom. Na, hát betolatni érdekes lesz, mert itt majd a kamerával is kell majd szenvedni. De attól tartok, hogy meg fogjuk tudni ezt majd lépni, ezt a problémát. Természetesen itt a legutolsó, kis túlzás a legutolsó cím a miénk, vagyis a hely. Mondom, itt kell bemenni. Many men wish death upon me. Blood in the eyes. Micsoda villám volt ott. Many men. Jó. Még fáradtan azért lenyomjuk a dolgot. Rendben, hova álljak, te somsz? Na, hova álljak? Haladj a térképen. Ja, oda. Hát ez talán nem lesz annyira vészes beállás. Itt a... Hű, apám, dehogy nem! Mi a fasz? De jó helyen áll ez. Ajajajajajaj. Na, srácok, fel van adva a lecke, bazd meg. Jó messziről kezdem neki. De hát ez van. Inkább így csináljuk. Szépen, lassan, finoman. Hogy ne akarnék bajlódni vele? Legszebb. Már lerakhatnám, de én ezt nem fogom elfogadni magam részéről. Szerintem kurva ronda lett ez a parkolás.
Úgyhogy majd azért szépen ezt majd még egyszer, jó? Ó! Oh. Elfogadhattam volna én azt! Ó, a nagy profi akar lenni, vágod? Nagy profizmust akarok előadni. Azt rondább lesz, mint volt. Jó, feletöröm én azt a rohadt pótkocsit. Az is lehet, hogy nem. Jó, apám. Na jó, most azért legalább egy picikét egyenesebb, de megint nem lett túl jó. Semmi baj. Megjöttünk, mennyire zúztuk le? Áh, semennyire. Hoppá, ott a szintlépés! Na, szintet léptünk. Én nem is értek, hogy AD, ezen vagyunk amúgy. Tűzveszélyességi osztály, gázok. Just in time fuvar, ez nem tudom mi akar lenni. Előfordult, hogy rakomány minél előbb el kell jutatni a célállomásra. Hát, azt nem. Törékeny. Törékeny rakományra is rámehetünk egyébként. Vissza lehet vennem? Törékeny rakomány is jó lesz. Hopp. Alkalmazzuk, jó. Na, srácok, megvan a... cumó. Most... hát az lenne az elképzelés, hogy Ausztriát el kéne hagyni a következő epizódban már. Mert már kezd... gonterhes lenni, nem tudom hova akarok menni őszintén, Magyarországra vissza nem feltétlenül, de még az sincs kizárva, meglátjuk, hogy hogy alakul majd, most egy pihenőhelyet akarok keresni, ahol tudok aludni, és akkor újult erővel, így van, mert már rohadt fáradtak vagyunk, újult erővel lehetne akkor folytatni tovább, 14,3 millió forintunk van, ami elég jó, úgyhogy keresek valami pihenőhelyet, aztán ez meg nekünk nem kell. Aztán akkor annyi. Köszönöm a figyelmet, srácok, remélem élveztétek, sziasztok, jöhet az out! Ró, szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá Lukstába! Na csáá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 á